Jó estét kívánok a kedves nézőknek, ez a Budaörsi Városi TV sportmagazinja, én Eldézsi Zoltán vagyok. A nyári szünet után újra itt vagyunk, hogy elmondjuk, mi minden történik városunk sportéletében. Nézzük is a tartalmat. Az Aramis futsal csapata többször is hátrányban volt, ám végül bravúros győzelmet aratott a Veszprém ellen. A Moiró Budaörs handball kézilabdás lányai hozták a kötelezőt és nagyon megverték a Gárdonyt az NB1 B-s bajnokság idénynyitóján. Rangos városi elismerést kapott a BDS-e NB1-es röplabda csapata. A díj még komolyabb munkára sarkalja a lányokat és persze a szakosztály vezetését. Újra van Budaörsnek országos bajnoka, mégpedig atlétikában, azon belül pedig magasugrásban. És bemutatjuk kézilabda csapatunk két legnagyobb ifjú tehetségét. Ők azok, akik akár még válogatott játékosok is lehetnek pár év múlva. Maradjunk még kézilabdánál, hiszen a csapatot nem csak a felnőttek alkotják, hanem fiatalok is vannak bőven. Közülük mutatunk be most kettőt, nyilván nem véletlenül éppen őket. Hogy mi köti össze ezt a két sportolót? Nos, fiatalok ügyesek és bár még csak serdülők, már most a nagy jövőt tervezgetik. Kircsi Fanni, Moiró Budaörs handball, 14 éves irányító. Kirhoff Tamás, 16 éves szélső. Ketten a Moiró Budaörs handball több száz utánpótláskorú játékosából, ahogyan egy riportban illik, egy fiú és egy lány. Nekem most az a hatodik évem, és egész végig Budaörsben kéziztem. A harmadik osztályban, még alsó tagozatban volt egy Német Helga nevű kupa iskolák között, akkor ismerkedtem meg vele, és igazából azóta játszom. Azért választottam a kézit, mert szerintem ez egy nagyon pörgős sport, és nagyon szeretek labdajátékokkal foglalkozni, és nagyon szeretem. Igazából az elején még nem tudtam, hogy nagyon mi a jelentősége a posztoknak, szóval csak úgy alakult, hogy szélső lettem. Igen, nagyon sokat szoktam kapni, de mindig felállok és újra kezdem, és új erővel nekifutok az egésznek. A küzdést. A küzdés a kedvencem, meg hogy mindig fel, mindenhonnét vissza lehet hozni a meccset. Az öltözködésnek vége, nyomás a pályára. Így együtt persze sosem edzenek, csak most a mi kedvünkért. Most ide letérdeltem melléd, most mit csinálsz? A belső combomat hengerezem. Aha. Ez ilyen bemelegítés. Labdázol velem egy kicsit? Persze. Lehet női labdában? Legyen. Arra vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán meg tudom-e fogni, hogyha hozzám vágod. Jó? Odaadom Fanninak a mikrofonomat. Igen, jól csinálom. Fanni, én vagyok a serdülő csapat legifjabb játékosa, ugye ez jól látható rajtam, hogy női játékos vagyok egyébként is. Te pedig irányítóként most elmagyarázod nekem, hogy mondjuk hogyan kell helyezkednem, hogy ki jöjjön rám egy figura. Például, hogyha úgy szeretnék, hogy te lőj, és bal lövőben vagy, uh-huh. Akkor balra jön egy húzás, átmegy jobb oldalra, és onnan szintén egy húzás, és a jobb lövő hozza a labdát neked, és irányító posztra kell tolódnod, és nekem meg ki kell tolódnom jobb lövőbe, és átugrás, vagy átlövéssel kell lőni, befejezni a végén. És én ilyenkor így tolódok, vagy így megyek arra felé? Hátra kell helyezkedni először, igen, és egy ilyen íves kört kell. Aha, tehát így? Igen, aha. És úgy egyenesen rá a kapura. Oké, na várj, akkor mondjuk dobd oda nekem majd a labdát, én itt tolódom, de nagyon, és rádobom a kapura a labdát. Igen. Valahogy így gondoltad? Igen. Jó volt? Igen, akkor igen. Próbáljuk igen. Ki még egyszer. Tehát te vagy a főnök, én itt nagyon tolódom. Aha. Figyelj, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor valószínűleg mi lennénk az olimpiai bajnokok állandóan, vagy te vagy nagyon jó irányító. Egyébként irányítónak nagyon komoly felelőssége van, azt tudod? Igen, nagyon. Főleg, hogy a meccsen mindenkire ugye azt a nyugodtságot neki
úgymond átadja, hogy nem kell idegeskedni, és hogy koncentrálni kell a meccsen, mert ez egy fontos, ugye, a fontos egy meccs. És mindenképpen azt kell, hogy koncentráljunk, tiszta fejjel lépjünk fel a pályára, és minden jobban teljesítsünk. Hányszor edzel egy héten? Minimum 5-ször, és minden hétvégén van meccs. Figyelj, ha 5-ször edzel egy héten, és minden hétvégén van meccs, és még iskolába is jársz, mert tudom, hogy gimnazista vagy, mikor van időd élni? Én a kézilabdaért élek, szóval én nekem az könnyű, mint válasz. Én nagyon szeretek kézilabdázni, és szinte nekem ez az élet. És mit akarsz elérni ebben a sportágban? Szeretnék későbbiekben egy NB1-es csapatba kerülni, minél jobb szinten, és szeretnék, igen. És majd válogatott is szeretnék későbbiekben lenni. És ki a kedvenc játékosod? Szeretem nagyon Görbic Anitát. Szerintem nagyon jó irányító volt, és a beállós passzai azok nagyon szépek voltak, és én ezeket szeretném majd úgymond leutánozni. Ha nem a Budaörsnek szurkolnál, akkor melyik kézilabda csapat lenne a kedvenced? A MOL-PIK Szeged, szerintem. Mert? Mert szerintem ők egy olyan kézilabdát játszanak, ami nagyon tetszetős. Aha. És a Veszprém? A Veszprém se rossz, igen, csak ott több a külföldi játékos, mint a magyar játékos. És ki a kedvenc játékosod? A kedvenc játékosom Timur Gyibirov, egy kopasz balszélső. A Várdárban játszik, és mindenféle furcsa lövéseket szokott csinálni. Mi a célod ezzel a sportággal? Mit szeretnél majd elérni? Egy nagyobb NB1-es csapatban szeretnék játszani. Lehetőleg a kezdőben. Nem tagadom, hogy egészen jól esett a két fiatallal játszani egy kicsit. Engem meggyőztek arról, hogy van jövőjük a sportágban, de vajon meggyőzték-e már a felnőtt gárda edzőjét, Fülöp Pétert is? A Tamásval, én úgy mondom, hogy Tomikával hosszabb a kapcsolat, mert dolgoztam is vele együtt, voltam az edzője. Igaz, hogy nagyon fiatal volt ahhoz a korosztályhoz, ahol edzettünk, az ifi korosztályhoz, de szerintem, amióta ide kerültem, tehát cirka 4 éve ismerem. Hát most nem akarom, hogy ezt megzavarja a fejét, de egyik legnagyobb tehetsége a klubunknak a fiú szinten. Egy a posztján, a bal szélen, de ő játszott már jobb szélsőt is, tehát a széleken szinte mindent tud már a kézlabdáról. Nagyon színesen lő, nagyon jól ugrik, nagyon szépen a légtechnikája, úgyhogy sokat kell még fejlődnie, de már mondom, most olyan erényei vannak, ami nagyon szép jövőt vetít elé. A Fannival sajnos még nem dolgoztam együtt, vagyis hát mondhatom azt, amikor a edzőmeccseznek a fiú korosztályjal, akkor fújtam egy-két mérkőzését az edzőmeccsen, de a Szamurájszki Anikó edzősége alatt akkor ugye nézegetjük egymás edzéseit, és volt az Anikónak az edzése, és mondtam az Anikónak, hogy Anikó, te figyelj, ki az a kis tédvédős kislány, mert egyszerűen hihetetlen. Hát jó, Fannika, és elkezdett róla egy mesélni, hogy a Fannika milyen ügyes, és utána figyelem, és tényleg így van. Róla meg az a véleményem, hogy remélem, egyszer dolgozok vele is együtt. Sportmagazin egy hónap múlva, de addig is nézzék közvetítéseinket, viszontlátásra.